Köszöntöm a stúdióban Pálfi Gábort és Szabó Tamást, jó estét, sziasztok! Annak kapcsán, hogy 15 éves lett az IFI klub Balatonbogláron, és kevés az olyan település, ahol ilyen nagymúltú klub létezik, és pláne aminek ilyen töretlen a sikere, hiszen folyamatosan meg tudtok újulni, és mindig valami újabb programmal, illetve koncert fellépésekkel, együttesekkel rukkoltok elő. Hogy kezdődött? Hát először is jó estét kívánok mindenkinek. Javítanék, nem kevés az ilyen település, hanem tudomásunk szerint az egyetlen Magyarországon olyan alulról szerveződő ilyen egyesület vagy klub, ami 15 éve folyamatosan működik. És hogy kezdődött? 93-ra datálható az első IFI klubok elindulása, de már előtte 91-92-ben már igen jó kis rockélet volt itt Balatonbogláron. Tamásnak a nagybátyja Légrádi Antal segítségével tanultunk meg itt többé-kevésbé zenélni. Saját magunknak alakítottuk ki ezt a rockklubot, hogy fellépési lehetőségeket biztosítsunk magunknak. Hát tulajdonképpen ebből indult az IFI klub. Én nem akarom se szépíteni, se ledegradálni a dolgot, de nem mindig volt töretlen az a dolog. Volt egy kicsit a pár év, amikor ellaposodott, kevesebb koncert volt, de voltak aranykorok is, tehát amikor heti több koncert is volt. De úgy értettem ezt, hogy folyamatosan újjá tudott éledni ez a dolog. Nem is az újjá élet, hanem nem halt el. Tehát attól függetlenül, hogy most ki vitte tovább a lángot, mindig is megvoltak. Korszakok voltak. Azt kell mondanom, hogy mindig a feltörekvő fiatalok éppen milyen zenét kedveltek, és ugye a rockzen az elég tág fogalom, és azon belül éppen azt a vonalat, amit a fiatalok kedveltek játszani, azt vitték tovább. Az utolsó ilyen vonulat az most ez a punk gyerekeknek volt, ez a punk korszak, rettenetesen sok punk fesztivált csináltunk, de most, hogy megtanultak zenélni, most már ők is unják, úgyhogy egy kicsit abban maradt, és akkor most megint egy kicsit ez a komolyabb gondolatmenetű, kicsit lájtosabb rockzenét kedvelő srácok, 25 és 40 év közötti korosztály látogatja, illetve hát mi magunk is ilyen 30 éves kort már betöltöttük mind, és ennyi idősen zenélgetünk most újra. Van arra valami számadatotok, hogy körülbelül ez alatt a 15 év alatt hány együttes szerveződött itt a klub keretein belül? Nekem nincs. Hozzávetőlegesen. Hát, még csak megmondani is. Hát egy 20-30 biztos. Annál sokkal több. Hát egy 20-30 biztos. Annál biztos, hogy... Már formáció. Tehát igen. Ebbe vannak olyan... Tehát ez a 20, átfedések. Vannak átfedések. Ez a 20-30, ez szerintem a reális arat körülbelül. Tehát ez az, akik folyamatosan működtek ideig, óráig. Hát attól függ, hogy most a helyi... Nem a helyi... Mire gondoltál? A helyi... Az összes mondjuk az a kis térségben. Tehát itt akik bejártak hozzánk az IFI klubba zenélni. Hát igen, csak hát jöttek Budapestről, Pécsről, tehát szerintem... Nem, arra gondoltam, hogy ami összesen. A klubon belül, igen, tehát akik itt szerveződtek a igen, gyakorlatilag a kis térségen belül. Ja, mert hogyha még hozzáveszük ugye azokat a zenekarokat is, akik vendégként szerepeltek, akkor meg egyszerűen össze se lehetne számolni, hiszen nagyon sok országos hírű zenekar is volt a vendégetek. Erről beszélünk egy kicsit, kik voltak itt az elmúlt 15 évben? Hát nem is tudom, tehát én a legelsőkre emlékszem a 92-es, 93-as Kispál koncert, tehát azokat még mi szerveztük. Tankcsapda, Pál utcai fiúk. Hisztéria, Magazott cseresznye, nem is tudom, hogy hirtelen. Bikini volt, így van. KFT volt, azt hiszem az is már helyi értékes, tehát IFI klubhoz kapcsolódó egyesület. Aztán most volt a Bornai Tibor önálló előadiastja, az is IFI klubban belül volt. Mik voltak ennek a 15 évnek a legnagyobb élményei, amik bennetek a legnagyobb nyomot hagyták? A legnagyobb nyomot én bennem az erdélyi turnénk, az egy felejthetetlen élmény. Egy 40 fős buszba fölpakoltuk a motyót, 3-4 zenekar meg a szűkebb baráti társaság elindultunk a Havasokba, és ott zenéltünk, és
és jól éreztük. Már akkor is érdekes volt, de így utólag vissza nézve a videókat, meg vissza gondolva erre az egészre, így meg aztán még értékesebb a dolog. Tényleg az már ilyen, hát pont kereken 10 volt, és hát manapság már milyen történelmi emlékként kezeljük azt a turnét. Igazából nem turné volt, hanem csak egy kirándulás, de nekünk mégis az egy külföldön zenélni, ugye egy otthoni külföldön. Mik voltak a legjobb sztorik? Hát azt még felsorolni se lehet. Ott kint Erdélyben? Nem, hát ebben a 15 évben. Mi az, ami mondjuk a legviccesebb volt, vagy ami a legmulatságosabb, vagy... Minden egyes rendezvénynek vagy összejövetelnek felejthetetlen hát értékei vannak. Másodpercenként röpködnek a viccek, a poénok, meg nem lehet elmondani, hogy a legpoénosabb történet. Nincs olyan legpoénosabb történet. Meg se lehet jegyezni annyit, amennyi ott volt. Hogyha valaki oda elmegy, akkor is legalábbis én a régi időkben úgy emlékeztem, hogy hogy elejétől a végig hát csúnya szóval végig röhögtem magam, mert hát a zenész lét egyébként az meg ebből áll. Hát a próbák, meg az egész koncert, hát akkor éppen, amikor az emberek nem veszekednek egymással, akkor csak poénkodnak. Hát senki nem lát mögé. Hát tehát egy produkció, főleg amiket ugye mi csinálunk, mert úgy kezdődik, hogy egy ilyen nagyobb, mondjuk vegyük a Tehetségkutató Rockfesztivált, ami most lesz 8-án márciusban, az úgy kezdődik, hogy előző két nap már megy a pakolódás. Előző este konkrétan már beállítjuk a hangot, a hangszereket, az alapokat, mindent, ott vagyunk egyik-kettőig. Ez egy óriási munka, elnézés, hogy nagy meló és óriási nagy társasági élet. És akkor utána másnap egész nap ott vagyunk, este a főprodukció, másnap elpakolás, ez egy 3-4 nap, tök jó együtt lenni a többiekkel. Ott mennyi poén elsüt? Érted, szóval. Most ezt a 15 évet meg is ünnepeltétek egy hatalmas nagy buli keretein belül. Itt hány zenekar lépett fel? Kettő zenekar lépett föl, így akkor van. Úgy kérdezem, hogy hány ember volt az, aki színpadra állt? 9. 9? Aha. 9. 9 zenész, 3 zenekarból. Igen. És egy ilyen fúzió volt tulajdonképpen, egy ilyen örömzenélés. Ugye most lezáródott ez a 15 év. Mi a jövő? Hogyan tovább? Indult a következő 15 év. Igen. Így van. Következő 5 éves csomagterv első állomása, mint már említettem, március 8-án a Légrádi Antal Tehetségkutató Rockfesztiválnak a 11. éve lesz, és ezen a Tehetségkutató Rockfesztiválon környékbeli, illetve országon belül tehetséges fiatal zenészek meg tudják mutatni, meg tudják magukat méretni. Elég neves zsűri szokott minden évben lenni, nem tudnám most megmondani egyébként, hogy idén kik jönnek, úgyhogy ezért nem is mondom. Aztán este pedig nagy koncertünk lesz, a Hobo Blues Band élő nagy koncertje, amire nagyon-nagyon szeretnénk, hogyha sokan eljönnének, mert igen, reprezentatív vendég itt nálunk Bogláron. Milyen egyéb rendezvényeket terveztek erre az évre? Hát nem kizárólag az IFI Klub rendezvénye, mert az IFI Klub a Helyi Érték Egyesületnek az egyik leányvállalata, és a Helyi Érték Egyesületen belül szerveződnek a jazzklubok, illetve az ifi klubok is, és ezek folyamatosan párhuzamosan váltva egymást havonta megújuló rendezvényeken mindig más-más zenekarokkal, de jönnek, és él és mozog mind a kettő klub. Aztán a következő nagy megmozdulás, ami ifi klubos és rockzenés, az pedig a rockmajálisunk lesz, ami ugye május 1-e csütörtökre esik, úgyhogy ez egy 4 napos ünnep, szóval 4 nap valamelyikén fogjuk megtartani, még pontosan nem tudjuk. És nagy örömünkre szolgált, hogy az elmúlt napokban jelentkeztek a régi nagy zenekarok, úgyhogy újra lesz Avarok, ami már az elmúlt egy-két évben meghalni látszódott. Aztán Réfülöpről egy velünk egykorú zenekar jelentkezett, aki valaha a Banán nevezetű zenekart ismerte, a Juhász Mikiék. Bocsánat, ez a velünk egykorú zenekar, ez mit akar pontosan, mert hogy
ti most milyen zenekarként álltok össze? Tehát van, megmaradt, gondolom, megmaradtak az IFI klubnak egy bizonyos tagjai, akik most is zenélnek egy csapatként, és most milyen névre hallgattok? Hát a mi zenekarunknak a neve Mackó Alsó, Mackó Felső, Szabadidő Férfi Együttes. Ez, a... ez volt az ex Schlusskult Plusznak a... Így van, a... Az... Így van, így van. Utódja. Ez az utódzenekar, így van. Ez azért így áll föl a történet, azért van új nevünk, mert benne van, csak férfiak vagyunk benne. Tehát Szabadidő Férfi Együttesként tengetjük a napjainkat. Örömzenélésről szól a történet, csak azt csináljuk, amihez kedvünk van. Igen, bocsánat, közben vágtam, tehát jön a veletek egykorú zenekar. Így van, Juhász Mikék jönnek Réfülöpről, lesz az Avarok zenekar is fel fog lépni. Akkor az Alapjárat zenekar, aztán ugye akkor természetesen mi, és velünk fúzióban a Tamásék, ti is írtok, igaz? A Mint a Parazita alakulat. Így van. Mi a helyzet most a Parazita alakulattal? Mostanában nem nagyon hallunk rólatok. Hát gyakorlatilag az egy nem véletlen, tehát elég nehéz összehozni annyi embert, amennyire szükség van egy ilyen koncerthez. De mert hogy alkalmanként jöttök össze? Nem azért, hanem azért, mert mindenki elköltözött. Hát azért tehát mondom, hogy csak alkalmakra áll össze hát ez az nem, zenekar. Nekünk az volt a vesztünk, hogy saját programunk volt, tehát saját számokat. Tehát nem elég nehéz úgy megtanulni egy dalt, hogy nincsen róla felvétel. És akkor most mindenkivel külön-külön, ott minden egyes koncertre újból kell 5-6-7-8 embert keresni, aki el tud éppen ráír, és akkor elvállalja mondjuk a posztjait a produkciónak, és mindenkivel külön-külön meg kell beszélni, hogy most mit tudom, melyik rész mikor jön, meg kell tanulnia, és akkor ugye ezt az 5-6 embert próbáltatni is kell, és ahhoz, hogy egy profi produkcióval színpadra merjünk állni, ahhoz nem tudom hány alkalom kell, és ezt iszonyatosan nehéz ezt megcsinálni, és hát mit tudom, hogyha már fúvós szekciót is szeretnék, meg zongoristát, meg ugye mindenféle mást, akkor ez már egy komoly időigényes dolog lenne. Hogy emiatt kevesebbszer sikerül ezt megcsinálni. Mit gondoltok egyébként, visszaveti-e a társaságot az, hogy mindannyiotoknak családja van, tehát elkerültétek a 30-at, gyerekek is vannak itt-ott, de mennyire veti vissza ez a társaságot a zenélésben, vagy a klub életben? Hát én szerintem ez már nem annyira veti vissza, mint igazából az egzisztencia teremtés időszaka az vetette vissza. Tehát az elmúlt 5 év szerintem az volt a Tamás által említett hullámvölgy, amikor tényleg úgy szanaszét ment, hogy még mindenki tényleg azon melózott, hogy lakás, autó, stb. Akkor egy kicsit nem foglalkoztunk ezzel a dologgal. Most, hogy mindenki egyenesbe jött, mert a gyerekek is akkorák, hogy otthon lehet hagyni akár feleségekkel vagy nagymamákkal, akkor... Így most már sokkal jobb. Tehát szerintem mindenki nagy lendülettel vetette bele magát. Tehát az utóbbi 1-2 év az már ismét kezd hasonlítani a régi időkre. Tehát most a abszolút megújulás korszaka következik. Abszolút. Mit gondoltok, mekkora igény van egyébként itt helyi szinten, vagy akár itt kistérségi szinten is a hasonló zenélős klubokra, vagy a rock klubokra? Én azt nem tudom, hogy mekkora az igény, mert... hogy máshol mekkora az igény, erre fogalmam sincs. Azt tudom, hogy mi annak idején azért csináltuk ezt, hogy nekünk legyen hol játszanunk. Tehát mivel nem volt helyünk, és nem is hívtak meg sehol, kénytelenek voltak, vagy voltunk magunknak csinálni egy helyet. És nem, eleinte nem nagyon foglalkoztunk azzal, hogy erre mekkora lesz az igény, hanem a saját elvárásainknak, a saját szájunk íze szerint építettünk dolgokat, hogy egyáltalán, hogy így fogalmazom. És a igény az meg találkozott a szándékkal, legalábbis nálunk. De régen milyen gyakran jöttetek össze? Most oda akarok kiukadni, hogy azért volt ennek egy rendszeressége. Két hetente szombaton folyamatosan volt. Tehát, volt olyan időszak is. 5-10 éven keresztül két hetente zenéltünk. Volt olyan időszak is, tehát az aranykor, ami így már aranykor. Szerda-szombat.
hogy péntek szombaton koncert volt, és egész, tehát a hely sajátosság olyan volt, hogy ott az egész héten a miánk volt. Tehát itt most fönn a Művházban ott ugye folyamatos programok vannak, és oda, amikor éppen kap a helyi érték helyet, vagy az IFI klub, vagy a jazz klub X hétvégenként, akkor vannak rendezvényei a helyi értéknek. Régebb, tehát amikor a saját helyen, ott gyakorlatilag hétközben is volt olyan egy kicsit kontakt. Itt javítanék, mert úgy működik, hogy a helyi érték feladatátvállalási szerződést írt alá az önkormányzattal, miszerint az önkormányzattól a helyi érték ingyen kapja a helyet, ennek fejébe szervezi bele a programokat. És tehát igazából nem annyi program van, amennyi hely, ahogy a Tamás mondja, annyi program van, amennyi pénz. Ja, igen. Tehát nem a helyjel van itt a probléma, hanem a finanszírozással, és mivel a helyi érték sokkal-sokkal előnyösebb helyzetben van, mint akármilyen intézmény, ezért már pályázási szempontból, ezért a helyi értéknek több lehetősége van pénzt előteremteni rendezvényekre, de sajnos ez az államilag, illetve egyéb pályázati források finanszírozása még mindig nem elég ahhoz, hogy annyi programot csináljunk, amennyit szeretnénk, illetve a látogatottság sem akkora, hogy megérné sűrűbben. Viszont abban azért biztos vagyok, hogy március 8-án a Légrendi Antal Tehetségkutató Fesztiválra biztosan sokan fognak ellátogatni, pláne este a Hobo koncertre, és ígérjük, hogy mi is ott leszünk. Nektek pedig köszönöm szépen, hogy itt voltatok, és beszámoltatok nekünk erről a 15 köszönjük évről, szépen. És a legfontosabb, hogy a tervek is vannak. Szóval utolsó szó erejéig azt szeretném még mondani, hogy ezen a Tehetségkutató Fesztiválon, Bogláron mindig telt ház van, be se lehet férni, annyi ember jön. Ez igaz, és volt már olyan Tehetségkutató Fesztiválunk, ahol határon kívüli zenekarok is jelentkeztek. Hát reméljük, hogy lesz ilyen most is. Köszönjük szépen még egyszer.